Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottja Moldován Orsoly, a színművész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! És a témánk az alkalom, amely miatt most a színművészetről és a színészek sorsáról fogunk beszélgetni, gondolom, az az, hogy a nemrég lezajlott TIFF fesztiválon, ami azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetem, hogy a legrangosabb filmfesztivál Romániában. Ennek van egy projektje, amelynek a keretében 10 a filmért néven fut ez a projekt. Beválogatnak színészeket, színpadi színészeket, akik ugye bizonyították, hogy a színpadon nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és megpróbálják őket bevezetni abba, nem tudom, hát ön majd elmondja, hogy mennyire külön világ az, ami a film színészet, tehát hogy a film világába, a filmkészítés világába. Ott, hát ugye gondolom, hogy workshopok is voltak, fényképezkedés volt, ismerkedés volt filmrendezőkkel, producerekkel, filmnézés volt. Szóval milyen volt ez az élmény, amelyben ugye ebben az évben ön is ott volt a 10 kiválasztott ember között? Igen. Egy nagyon jó tapasztalat volt. Én szeretem az ilyen ismerkedéseket. Nekem voltak előző években kollégáim, szintén részt vettek ebben a programban. Igen, tehát például B. Fülöp Erzsébet volt ezelőtt 23 évvel. Igen, de volt Berekméri Katus is, volt, igen. Korpos András, volt Elena Purea tavaly, tehát hogy többen voltak, akik mondták, hogy nagyon jó volt. Mindenki elmondta, hogy neki mi tetszett többé-kevésbé. És nyilván, hogy minden évben alakul a program. Nagyon jó tapasztalat. Tehát, hogy én az előző években több embert ismertem, hogy jaj, ő is bekerült. Na, az idén igazából nem ismertem senkit. És ettől volt nagyon jó, hogy mondjuk Bukarestből többen voltak, de volt Piatrányámcról, Ployestről, Kolozsvárról, ugye én voltam Vásárhelyről, igen, úgy ilyen. Ez volt az eloszlás. Ez úgy történik, hogy színházi kritikusok ajánlanak embereket. És engem igazából Luana Stojka volt az, aki révén én bekerültem ebbe a programba. Nekem a tavaly a színháznak volt ez a Showkéz nevű egyhetes, tíznapos, ott megmutatkoztunk, és meg voltak hívva mindenféle rendezők, színházi kritikusok, és engem Luana igazából akkor látott, mert hogy úgy volt, hogy én a bemutatott előadásokból 4 is játsztam, és akkor mondta, hogy igazából neki már a jelöltjei a tavalyi évre megvoltak, de hogy azért állítsak össze én is egy ilyen, megmondta, hogy mi szükséges, és akkor az idén én is belekerültem ebbe. Nagyon más világ attól, amit mi mindennapokban élünk a színházban. Eleve attól is más, hogy én például most ebben a csapatban nagyon sok olyan fiatal színész volt, aki szabadúszó. Hogy eleve érdekes volt velük találkozni, hogy ők hogy viszonyulnak a színházi munkájukhoz, hogy mennyire másképp fontos nekik az, hogy valamibe benne legyenek, hogy ők járnak a színházi castingokra. Tehát nem úgy van, mint nálunk, hogy kiteszik, van egy kőszínház, aztán játszok, nem játszok, van, nincs. Tehát hogy mennyire meg kell küzdjenek azért, hogy ők színpadra kerüljenek, és ettől mennyire fontos a munkájuk, és mennyire komolyan veszik magukat. A film, hát úgy van, hogy mindannyiunk, tehát hogy a programban az van, hogy színpadi színészek nyilván elsősorban, akik már valamit fordultak elő filmekben, tehát hogy vagy kis játékfilmekben játszottak, vagy nagy játékfilmekben kisebb szerepet, és akkor minket próbáltak bemutatni, nyilván ennek volt a programnak van egy ilyen füzetecske, amiben bemutatnak bennünket, amielőtt a TIFF-re mentünk volna, ugye tartott május 31-től, június 4-ig, 5-ig? Igen. Mi csak harmadikán mentünk, de előtte Bukarestben voltunk 3 napot, ahol megcsinálták, rövidfilmet készítettek velünk, tehát 5-5 párban voltunk, 5 rövidfilm készült, illetve Ádi Bulbaáka készített rólunk
portrékat. Ez volt az előzménye a történetnek, és aztán jött ez az 4-5 nap, ami nagyon jól telt. És mennyiben volt ez más? Tehát ugye ön már játszott filmekben, rövidfilmben? Hát igen, hát ez teljesen más, mert nem arról szól, tehát hogy arról szól, hogy jönnek filmrendezők, színészek, producerek, castingosok, akik elmondják, hogy ők hogy dolgoznak. Különböző rendezők, akik elmondták, hogy mit tudom, volt Máriusz Oltán, akinek most jött ki a Mostri című filmje, megnéztük a filmet, és akkor másnap ő és a színészei jöttek, és akkor arról beszéltek, illetve arról kérdezősködtünk, hogy ő mit keres egy színészben, egy castingon, mi alapján válogat embereket, mikor elkezdődik a forgatás, mi a munkamódszere, ugyanúgy megnéztük mondjuk ezt az új csodafilmet, a Gomerát, amivel Porumbolyú Kánban volt, és akkor másnap vele is egy nagyon hosszas beszélgetés volt a filmről, az ő munkamódszeréről. Vlad Ivanov színészként beszélt arról, amit ő tud. Igazából ő szerintem mindent tud erről a szakmáról, de egy borzasztóan közvetlen ember, és nagyon meggyőző, vagy engem mindenképpen meggyőz. És akkor voltak castingos emberek, volt Valentina Bartfanov, aki az Adina Pintiliének, a Touch Me Not című filmjének volt a castingosa, illetve az egész program, ennek az idei Tíza filmért programnak a vezetője, Katalin Dordea volt, aki Romániában, ő a csoda castingos, tehát hogy ezek a nagy ágyuk is, akik jöttek, borzasztóan szívesen jöttek, hogyha Katalin hívta őket, tehát hogy filmrendezők és befutott színészek egyaránt úgy gondolják, hogy az, amit ő tud, vagy az a biztonság, amivel ő vezet egy castingot, az mindenképpen nyerő. Volt egy görög, illetve Cipruson élő, vagy Cipruson dolgozó filmszínésznő, és nagyon érdekes dolgokat mondott arról, hogy kell megtanulnunk ezt a saját magunkat felvenni, vagy otthon kitalálni, vagy megtanulni azt, hogy egy otthoni kamerával hogy küldjél magadról bármit is, mert most már a casting afele megy, hogy az első két körben nem hívnak oda, mert az pénzbe, időbe kerül. Tehát, hogy egy otthoni self-tépet kell készíteni, és például ennek is elmondta, hogy vannak technikái, hogy ne akkor csináld magadról az elsőt, mikor felhívnak délután, hogy holnap reggelre legyen ott, hanem otthon ezt ugyanúgy kell gyakorolni, mint bármi mást. Elmondta azt, hogy ne az legyen, illetve ezt a castingosok is mondták, hogy az nagyon vicces, mikor valaki a könyvespolca előtt, vagy épp a konyhájába megnyomja a gombocskát, és ott egy kicsit mókuskodik, hogy például ez a görög színésznő mondta, hogy ő vette egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szürkés-zöldes tapétát, amit betett egy fal elé, és neki az otthoni castingos helye, mert egy fehér fal is, amit úgy gondolunk, hogy egy fehér fal előtt megállunk, az mennyire nem jó az arcnak, vagy mennyire nem megfelelő. És akkor még volt a Viorica Capdefier, aki ugye egy ilyen román casting legenda, de ő inkább a Romániában készülő külföldi filmekre szokott castingolni. Adina Pintiliével is volt, tehát, hogy megnéztük a filmet, és arról beszélgettünk, ami ugyan egy nagyon, hát ilyen megosztó film, egy nagyon borzasztóan bátor film, amiért ő aranymedvét kapott tavaly. Igen, ezekkel az emberekkel találkoztunk így szakmailag, és akkor persze volt az a része, ami én ezt a részét nagyon szerettem. A másik része se volt nehéz, de ez a glamour oldala, abban én nem éreztem magam otthon, hogy hajat csinálni, frizurát csinálni, felöltözünk. Tehát, hogy igazából a program arról szól, hogy megmutatják, hogy egy castingot, hogy kell, rendezőkkel találkozol, egészen addig, hogyha majd egyszer színész leszel, vagy filmszínész leszel, és akkor el kell menni a vörös szőnyegre, akkor kell. Igen, az is egy hogyan műfaj. Kell. Ez tehát, hogy az is egy szakma, akármennyire úgy gondoljuk, hogy nem, az. És akkor nyilván vannak partik, beszélgetések, ismerkedések, hogy ennek is a világát egy kicsit olyan jó, hogy egy picit az embernek valami kinyílik, és akkor megtudja, hogy kell egy ilyen helyen viselkedni, vagy hát ez nem is olyan nehéz, csak mi nem szoktuk ezt csinálni.
Igen, az, hogy valaki fantasztikusan jó castingos, ez azért egy olyan furcsa fogalom. Tehát amennyire én tudom, a rendezőknek különböző módszerük van erre. Tehát például ugye, hogy a napszáltához kanyarodjunk vissza, amiről már egyszer beszélgettünk ebben a műsorban, ugye játszott a Nemes László Napszálta című filmjében. Ő arcokat keresett, de van egy csomó rendező, aki a csapatával jár, tehát van néhány színész, akik mindig ott vannak az ő filmjeiben. Tehát ez még egy csomóféle különbség van, de ez alapjában különbözik, ez a két módszer egymástól. Igen. És akkor hogy lehet mind a kettőre felkészülni? Hát mondjuk, hogyha valakinek van egy arca, amivel ő szeret dolgozni, az csak egy ember egy filmből, vagy mondjuk kettő. Tehát általában nagyon sok, még nagyon sok színészre van szükség. Az is nagyon érdekes, hogy választ valaki. Tehát, hogy például nagyon sokan mondták rendezők, hogy nyilván megvan a casting, de hogy szeret egy kicsit utána is beszélgetni az emberrel, hogy vajon milyen, hogy vajon hogy lehet vele dolgozni, mert a film egy borzasztóan drága műfaj. Mi van, hogyha a forgatáson derül ki, hogy nem ő a megfelelő, és nem a tehetségéről van szó, egyszerűen kompatibilitásról, a másik, a partnerhez, idegrendszerileg, hogy bírja ezt a történetet, tehát hogy a drága műfaj, tehát hogy nem lehet véletlenre menni. Mondta is Porumbójú, hogy egyszer történt meg az, hogy forgatás közben kellett lemondjanak valakiről, mert egyszerűen nem működött, és castingon fantasztikus volt. Tehát nekem is volt az az élményem, amikor Krisztián Mungiunál játsztam, hogy biztos, hogy nem azért kaptam meg a szerepet, amit ott bent, hanem utána lettem számára izgalmas. És Porumbójú azt is elmondta, hogy kell castingra menni, hogy vannak olyan rendezők, akik teljesen a spontaneitásra mennek. Ő mondta, hogy ő az a fajta ember, aki egy színész, ha egy castingra megy, ő szereti azt, hogyha tudja a szöveget, tiszteli azt a szöveget, tiszteli azt a szereplőt, akit kell hozzon magával, ha gondolkodik rajta. Nyilván, hogy minden esetben aláhúzták, hogy ez csak rájuk van, ő gondolja ezt így. Nem tudjuk, hogy máshogy gondolja. Nagyon érdekes volt a Monstri filmben, a főszereplő nő, Judith Státénak hívják, ő igazából egy táncos nő, vagy koreográfus, de színészként játszott már kisebb szerepeket a Sierra Nevada-ban is. Egy borzasztóan érdekes, ő is ott volt a találkozón, nagyon érdekes, ahogy ő létezik, a csendjeiben valami nagyon nagy mélység van, nagyon izgalmas az, ahogy hallgat, vagy nagyon izgalmas, ahogy létezik, vagy ahogy csak megmozdítja a kezét. És ő például úgy kapta meg a szerepet, hogy már próbáltak, tehát a forgatás előtti próbák hetei zajlottak, és ő, tehát hogy volt egy sarok, mondjuk a filmben benne is van a jelenet, két mellékszereplő közt volt egy párbeszéd, neki még szövegesen volt, csak hallgatta, miközben a főszereplő előttük kajtarászott. És a próbanap után a rendező megkérdezte az operatőrtől, hogy szerinted a jó szereplőnk, a főszereplőnk? És az operatőr mondta, hogy ki akarod próbálni Juditot? És mondta, igen. És akkor, hogy innen gyere vissza, hogy annak a színésznek mondd el, aki már a szerződést majdnem aláírta, sőt, hát biztos, hogy megvan. Hogy mégsem te vagy, hogy meg kell igazából ezt is tanulni, hogy nem feltétlenül a tehetséged, nem feltétlenül a személyes szimpátiák, van, amikor mást, ahogy mondják, az a gép mást mutat, mint amit látunk, hogy ez is milyen érdekes, vagy annak a finomságai, hogy mennyivel másképp kell működni, de hát ezt nyilván mindenki elmondja, ebben nincs semmi. Na, úgyhogy ezek nem, hát gondolom, hogy ezt gyakorolni kell elég sokszor. Igen, ezt mondták, és hogy gyakorolni az embernek kell. Tényleg kell készíteni ilyen csomó felvételt saját magáról, hogy rájöjjön, hogy hogyan működik a Igen, képernyő. Vagy hogyha valaki tényleg akarja ezt csinálni, akkor részt venni vizsgafilmekben, akár, nem tudom, forgatásokra bekérezkedni, azt mondani, hogy én itt szeretnék ülni, és tényleg hallgatok. Ha valakinek kell egy pohár víz, nagyon szívesen, ingyen és bérmentve. Tehát, hogyha
akarunk ezzel foglalkozni, akkor meg kell tanulni ennek az adminisztrálását, azon túl, hogy valaki nyomulósnak, problematikus személyiségnek tűnjön, tehát hogy van egy olyan dolog, hogy meg kell mutatni magunkat, mert egyszerűen nem tudnak az emberek, nincs ahonnan tudja, hogy én otthon vagyok, és egyszer csak felhívnak, hogy gyere, nincs olyan. És akkor most berendezte a sarkot? Jaj, nem, zöld még nem. Vagy kék színekkel? Még annyira nem. Most már nyilván van nekünk, elmondták, hogy kell egy filmes CV-t megírni, tehát hogy mik a prioritások, miket kell beleírni, és miket kell egyáltalán elfelejteni róla. Az Ádi Bulbák által készített képeket is megnézték, és mondták, hogy ez igen, ez nem. Tehát, hogy ebből, illetve, hogy kell egy showreelt, tehát azt a két percet, hogy kell magadról összeállítani, mert általában a színpadi színész a színpadi szerepeiből, mikor a színpadi előadás felvételében ráközelít a kamera, akkor úgy gondolja, hogy az a jó, és közben köze nincs ahhoz, amit ők szeretnének látni. És meghökkentőek voltak azok a képek? Amiket Bulbák készített? Nem. Ő egy nagyon, én nagyon szeretem azt, ahogy ő dolgozik az emberrel, vagy ismeri az embert. Vannak olyan képek, amik ilyen nagyon szépnek tűnnek. És mondták is a castingosok, hogy igen, nagyon szép, de ez a művészi fotó. Tehát, hogy igazából nem ez kell. Tehát, hogy a művészi fotó és mondjuk az igazolvány kép közt meg kell találni az arany középutat. Hát nyilván, ami a karakter, tehát... Igen. Szintén Nemes Lászlóhoz visszakanyarodva, ő nyilván a Csóri karaktert kereste, az óriási, nagy és hosszú és rengeteg hát embert megmozgató. Igen, de azért ő is például Vlad Ivanov valószínű, hogy mikor már mindenkit megnéztek, aki élt és mozgott és magyarul beszélni tudott, sőt németül vagy lengyelül beszélni tudott, akkor mondta neki valaki, hogy de tudod, hogy van egy ilyen, hogy Vlad Ivanov? És például elmondta Ivanov, hogy a castingon volt, megkapott 3 jelenetet, 2 franciául, 1 magyarul, és nem tudott a magyar szöveggel felkészülni, de egyszerűen nem, fogalma nem volt. Annak ellenére, hogy ő legalább 5 nyelvet beszél nagyon jól, de hát a magyar az nyilván nem volt ebbe benne. És akkor mondta a László, hogy nem baj, csináljuk úgy, hogy te mondod franciául, és Júli mondja magyarul. És mondta, hogy ilyet, hogy az akkor mégis... Most nem tudom, hogy hol van vége a replikának. Azt figyeljem, hogy a partner mikor hagyja abba, de lehet, hogy csak szünetet. És mondta, hogy valami olyan fantasztikusan működött köztük az összhang, és annyira egymásra tudtak már az első castingon, valahogy, hogy a castingnak mikor vége volt, akkor mondták, hogy nem tudják, hogy ő-e felhívják, de szeretne a producer, valamit mondta, jó, mikor mondták, hogy a producer szeretne valamit, akkor már van annyira dörzsült, tudja, hogy akkor nyilván az övé a szerep. De például a felkészülésben, hogy mondta, hogy Ivanov, hogy ő úgy aludt, hogy mellette volt a példány, és folyamatosan ébredt fel, és nézte is. Tehát, hogy mennyire fontos az, például ő is mondta, hogy mennyire kell vigyáznunk magunkra, milyen szinten kell kondiba tartani magunkat. Az új porumbójú filmben, hát ők megtanulták ezt a fücsnyelvet, amit ott használnak ezeken a szigeteken. Hát annyira nem, de hogy annyira meg kellett tanulja, hogy hihető legyen, és ezt meg kellett tanulni. Kellett valamelyest úszni, kellett valamelyest egy folytogatás jelenetre felkészülni úgy, hogy percekig, jó nem percekig, de nagyon sok ideig van a fejed a víz alatt, kiveszik, beteszik. Érdekes volt mindenféle találkozás, és érdekesek voltak a filmek is, amiket láttunk. És miben változtatta az életét? Semmiben. Nem hiszem, tehát, hogy nem. Mivel fogja, nem? Nem hiszem, tehát, hogy ez a programból, ha valaki, tehát, hogy mi voltunk a 8. generáció, ugye 80 színész volt már így bemutatva, akik közül többen készítettek már filmet. Nem hiszem, hogy ennek köszönhetően. Nyilván ez egy nagyon jó alkalom, hogy egy kicsit előtérbe kerüljél. Castingirodáknál ugye vannak, hogy bekerülj az első 20-ba. Tehát mikor egy castingirodához jön egy rendező, és azt mondja, hogy 30-40 éves barna nőt keresünk, akkor nyilván van minden casting irodánál az első 20, akit megmutatnak, és csak utána jön a többi. Na most bekerülni az első 20-ba, az nyilván jobb. Nagyon sok mindent kell az ember tegyen,
vagy el kell dönts, hogy tényleg szeretne ezzel foglalkozni. De jó, jó tanúság. És most nem akar ezzel foglalkozni? De szeretnék, hát persze, nyilván, de hogy igen, szeretnék, az ember egy kicsit jobban megbátrodik, mert hogy bennem mindig azon, hogy jó, de akkor egyszerűen hogy fogjak neki. Most nyilván, hogy találkoztam castingosokkal, akik mondták, hogy ezt csinál, így küld el, ide küld el, ide küld el. Jó találkozás volt, meg nekem az is nagyon szép volt, hogy például egészen fontos román filmekben láttam magyar anyanyelvű kollégáimat fantasztikusan játszani. Tehát például a Téglás István a Gomerában nagyon-nagyon szép, amit tehát hogy igazából van erre nyitás nyilván, és nagyon, nagyon kedvesek, nagyon óvatosak, nagyon alámnyúlók voltak, hogy mondták, hogy tényleg, jó, én elég jól beszélek románul, most. De hogy nyilván van egy akcentus, ami nagyon nehéz. Nyilván, hogy úgy beszélek románul, hogy nem románul gondolkodom. És ez számukra nem legyintő, hogy na jó, hanem hogy foglalkozzak vele, hogy nincs ezzel akkora nagy baj. Én sokkal jobban képzelem, hogy baj, mint amennyire az. Tehát, hogy nagyon odafigyeltek erre. Mikor a magyar napok voltak, akkor volt a csapatnak egy program, és mondták, hogy de engem akkor vigyenek oda, hogy akkor én a magyar rendező. Mondtam, hogy na, hát mi nem lehetünk együtt. Hát, hogyha Vladimirov megtanult magyarul, biztos ők is megtudnak, mert fiatalabbak. Tehát, hogy nagyon vigyáznak erre, hogy nekem olyan nagyon furcsa volt, hogy így a sajtóban az jött le a TIFF és a magyar vonal kapcsán, hogy a Reisz Gábor közönség találkozóján valaki azt mondta, hogy. Tehát, hogy ez egy elszigetelt eset. De arról nem ír senki, hogy tényleg román filmek, helyi magyar színészeket, tehát a Gomerában is Fülöp Bözsének van egy igaz kicsi szerepe, de jelen van. Az Unprinz Sizsumátéban ugye ott van Mátray Laci, bemutatnak egy igazából, úgy is fel lehet fogni, hogy egy ilyen tájreklám, tehát hogy nagyon szépen bemutat egy vidéket. Magyar filmnapok voltak, magyar parti volt a Bánfi Palota udvarán, egy egészen népes magyar stáb volt, ugye Zurbó Dorottyának bemutatták az új filmét, a Reisz Gábor filmét, Pálfi György volt ott, producerek voltak itt, Múhi Andrástól elkezdve fiatalabbak, akiknek nem tudom a nevét, tehát hogy nagyon szép és elegáns fesztivál, nagyon-nagyon sok pénzből, és megpróbálnak nagyon sok emberre odafigyelni, a fiatal alkotókat díjazni, a fiatal alkotók projektjeit szerte Európából. Ja igen, hát és producerként pedig Juana Giugioval találkoztunk, aki ezt a katonás vonalat az ő módján nagyon-nagyon szépen bemutatta, hogy ez kell, nincs mese. Igen, hát ez azért furcsa a román film készítésben, mert az ugye főként a magyarhoz, vagy mit tudom én, az osztrák-germán típusú filmezéshez képest, azért a román film készítése az improvizációra sokkal többet ad. Tehát, hogy ez egy ilyen emberibb, emberközelibb féle. Igen, ezt mondták is, hogy ezt a tévhitet felejtsük el, hogy akkor jó a román film, ha nem értjük, hogy amit beszél a színész. Nyilván, igen. Hogy egy Sergiu Nicolaescu film jelezte éra után, amikor minden ilyen skat, akkor az új, a román új hullám ettől lett óriási nagy, hogy ezt a természetességet mutatta. Most meg az újabb generáció még egyel tovább lép, valamilyen letisztult, skandináv feelingű, nagyon, nagyon gondolati filmeket kezdenek készíteni. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez egy... Tehát, hogy ebből azt mondták, jó, ezt tudjuk, ebbe bemutatkoztunk, és akkor most folytatjuk máshol. Igen, hát az az érzésem, hogy tényleg az erdélyi magyar színészeknek ez azért egy nagyon jó pálya, tehát, hogy a román filmkészítésben részt venni, és ez egyébként mindig is így volt, tehát, hogy Bács mennyit játszott román filmekben, hát igen, de és így tovább. Igen, tehát... igen, de ő azért tudott is, vagy neki igen. Az a... Igen. Én mindenképpen gratulálok, és én azért így reménykedem, hogy egy ilyen nagy élmény az így mégiscsak beleépül abba, hogy az ember hogyan alakítja aztán a karrierjét, és az, hogy magyar színészeket oda beválogatnak egy-egy ilyen workshopba, ez egy nagyon jó dolog, igen, és igen. Mindenképpen tömegalapot ad valamihez, ami kilépést, megmutatkozást tesz lehetővé. Igen, igen, ez kétségtelen, hogy így van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltam a műsorunkban. Kedves nézőink, ez volt mai pont ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Thank you.